Mint említettük, elkezdődött az új tanév. Országszerte 1400 oktatási intézményben folyik magyar nyelvű oktatás 161 000 magyar gyermek számára. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is megtartotta a Romániai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségét. A rendezvényt 3 éve szervezi meg a Pedagógus Szövetség, évente más-más helyszínen. Idén a Sepsiszentgyörgyi Unitárius templom adott otthont az ünnepségnek szeptember 10-én szombaton. A magyar iskolák országos tanévnyitóján a pedagógusok mellett az egyházi és a politikai élet képviselői is részt vettek. Az istentiszteletet Bálint Bencédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke celebrálta. Az ünnepi beszédek sorában Kelemen Hunor RMDS elnök a legújabb oktatási reformra hívta fel a jelenlevők figyelmét. Felkért minden érintettet, hogy vegyen részt a nemrégiben elindított közvitán. Akkor, amikor egy teljes átalakításra készülnek, akkor bármi megtörténhet, nekünk már van tapasztalatunk abban, hogy egy oktatási törvényben hogyan lehet olyan apró mondatokat, cikkelyeket, rendelkezéseket bevinni, amelyek a magyar nyelvű oktatást, az anyanyelvű oktatást ellehetetlenítik, illetve tudjuk, hogy milyen eszméletlen, szinte közelharcot víva lehetett egyik vagy másik oktatási törvényt úgy alakítani, hogy a magyar nyelvű oktatást, az intézményrendszert és óvodától egyetemig beleértve a történelem és a földrajz oktatását is sikerüljön megfelelő módon rendezni, és még mindig lenne korrekcióra jó bőven lehetőség. Több sebből vérzik ez az oktatási rendszerünk, és rengeteg olyan gond, olyan probléma adódik szinte lépten nyomon, amelyek nehéz megküzdeniük a kollégáknak. Azt hiszem, hogy azok, akik a pályán maradtak, azok igazán elkötelezett emberek, és csak köszönettel tartozunk azért, hogy ilyen körülmények között is helyt tudnak állni, és meg tudnak felelni azoknak az elvárásoknak, amelyekkel a közvetlen vagy tágabb környezetük feléjük fordul. Én mindenképpen azt hangsúlyoznám, hogy a legnagyobb problémák azzal vannak, amelyek a tantervhez, a keret tervhez, kerettervhez és a tantervi programokhoz, vagy tantárgyi programokhoz kapcsolódnak, de természetesen súlyosbítják ezt a helyzetet a tankönyvhiány, ennek az áldatlan és még a mai napig megoldatlan állapota. Jelenleg az ország 1400 oktatási intézményében folyik magyar nyelvű oktatás. Több tízezer pedagógus és 161 000 magyar gyermek kezdi ma az új tanévet az ország 16 megyéjében, valamint Bukarestben és a Csángóföldön. A kis létszámú iskolák kérdése továbbra is fejtörést okoz a kisebbségi oktatásban. Egyrészt, ahol nincs gyerek, ott nincs gyerek. Másrészt ott, ahol nagyon kevés gyerek van, ott arra kell figyelni, hogy ne menjenek el, ne vigyék el máshova. Most nemrégiben volt egy hasonló ilyen esetünk Váralja és Torda között folyt a vita, hogy akkor most hová vigyék a gyerekeket. Ezzel az a baj, hogy ha valahonnan egy évfolyam kiesik azért, mert elvisznek egy gyereket, és már a minimális létszám alatti osztályt sem sikerül jóvá hagyatni, mert egyszerűen nem lesz gyerek, aki iskolába járjon, akkor kiesik egy évfolyam. Ha kiesett egy évfolyam, az nyilván végig megy az egész oktatáson, első osztálytól 8-ig, ott, ahol 8 általános van a településen, illetve a következő évfolyamokat is elbátortalaníthatja, hogy van egy perspektíva, hogy ott járjanak általános iskolába azon a településen, tehát azért egymásra oda kellene figyelni. Legalább annyi szolidaritás kellene legyen egymás iránt, hogy ott, ahol nincs veszélybe egy osztály, nincs veszélybe egy iskola, oda ne csábítsunk fölöslegesen el magyar gyerekeket, csak azért, hogy esetleg egy pedagógusnak még a normája kijöjjön. A tanévnyitón külön köszöntötték a pályakezdő pedagógusokat. Továbbá a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma pedagógus szolgálati emlékéremmel tüntette ki Öllerer Ágnest és Dimény Jánost, a Pedagógus Szövetség bukaresti, illetve erdővidéki elnökeit. Pedagógus szolgálati emlékérmet Balogh Zoltán miniszter úr adományozott nyugdíjba vonuló pedagógusoknak. Én úgy láttam, hogy ők ezt ma nagy örömmel meghatódottan vették át. Én szerintem ezt az irányt is ezen a területen is tudjuk folytatni. Hogy a másik a szakmai együttműködésekben Erdélyben, Budapesten egyaránt rendkívül fontos a digitális tartalomfejlesztésnek a kérdése. Ebben komoly erőrelépéseket tervezünk.
A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 3 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal indította el az országos tanévnyitó rendezvényt. Csíksomlyó és Kolozsvár után idén Sepsiszentgyörgy volt a helyszín. Itt indították el hivatalosan a 2016-2017-es tanévet, amelyhez mi is sikert kívánunk.